korábban is azért megvolt már, mint első emelet. Ez egy érdekes dolog, mert végül is valamilyen szinten mindig ismert voltam valahonnan. Ami nagyon furcsa volt nekem, hogy az első emeletben megismertek mint gyerekszínészt, hogy jó, az a gyerekszínész. Most a repülők alatt többször azt mondták, hogy az emelet. Most megvan már. Valószínűleg, hogy az öregek otthonában úgy fogják, a repülő! Na ez az, hogy majd amikor öreg leszek, akkor majd erre fognak emlékezni. Mindig az egyel előbbi produkciómra emlékezik. Azt mondja, senki nem mondta neki, hogy papa, pedig kétszeres apa, nagyon szép gyerekei van. Szert utolsó fellépésetek itt a NapTV-ben, mint repülők. Utolsó kívánság, utolsó sóhaj, utolsó szó jogán. Én tudod, a jó napot kívánok utána. Erről csak egyetlen egy szót erről a könyvről, amit a kezembe tartok. Repülési napló, egyes számú gyermekklinika Bóka János alapítványára megy az egész jogdíj, amit a szerzők is és a zenekar is felajánlott. Ebben benne van a mi történetünk tulajdonképpen. Ebből egy dolog hiányzik, ami most 27-én kezdődik el, a búcsú koncert sorozat. De hát aki megnézi a koncertet, majd ezt is. Hát remélem, hogy ebből is. Megtapasztalhatja. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük szépen, és jó reggelt kívánunk. Nem baj.